Hatszor jártak körbe a hókotrók a városban a múlt hét péntek óta. A járdákat és a kerékpárutakat is takarítják. Az önkormányzat megbízásából két cég végzi a síkosságmentesítést Makón. Az egyik a Makói Kommunális Nonprofit Kft. A Makói Kommunális Nonprofit Kft. A vállalkozási szerződés alapján végzi a makói önkormányzati fenntartású kemény burkolatú utaknak a mentesítésének a felét. Ugye két vállalkozó végzi ezt a feladatot, ebből vagyunk az egyik a mi részünk. Úgy tudnám mondani, hogy az északi, északkeleti rész a Makói Kommunális Nonprofit Kft. Három géppel végezzük a utakon a mentesítést, ezen kívül pedig a kerékpárutaknak a teljes mentesítését végezzük. A elmúlt időszakban a kerékpárutak mentesítése folyamatosan két géppel történt, tehát a hóesésben folyamatosan. Most is, hogyha esetleg vannak olyan hiányosságok, visszaomlik a hó, hiszen az elég nagy mennyiségű került a kerékpárutakra, akkor azt igyekszünk javítani. A közutakon pedig hat elrendelés történt, tehát az elmúlt hét végén, illetve az elmúlt két napban történt havazás okán hatszor voltunk kint mentesíteni az utakat. Én azt gondolom, az utak járhatóak, nagyon hideg van, a sózásnak nem érződik még úgy a hatása, hiszen egy alásózás az megtörtént. Azt gondolom, hogy egy picit enyhül az ide, egy ilyen 5 fok, mínusz 5 fok fölé kerüljön a levegő hőmérséklet, akkor ez a még pici ajtamarat réteg az meg tud rodjani, és akkor tisztulnak az utak. Mindenkinek a figyelmét felhívom arra, hogy tél van, hó van, és azért ennek megfelelően közlekedjünk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései szerint az előttünk álló hajnal lesz az eddigi leghidegebb, akár mínusz 20 fok is lehet. Újabb havazás a déli megyékben a hét végén várható.